Több központilag elrendelt témavizsgálatot végeztek az elmúlt évben is a fogyasztóvédelmi felügyelőség munkatársai. Fokozott figyelmet fordítottak a veszélyes termékek felkutatására és kiszűrésére. 2012-ben 66 féle olyan terméket találtak, amelyeket ki kellett vonni a forgalomból. Ezek többsége gyermekjáték és gyerekruha volt. Összességében 1500 ellenőrzést végeztek, és 18 millió forint bírságot szabtak ki tavaly a megyében. Az ellenőrzések mellett nagy hangsúlyt fektettek a tanács is. 2012 is hasonlóan 2011-es évhez az ügyfélközpontúság éve volt, tehát a fogyasztóvédelmi felügyelőség keretein belül működő hatósági tanácsadóiroda várta az ügyfeleket, tehát mind a fogyasztókat, mind pedig a vállalkozásokat tanácsadás céljából, és pozitív tapasztalatunk van, ugyanis egyre több fogyasztó és vállalkozás fordult hozzánk. Bár az ellenőrzések alkalmával a kifogásolások száma nőtt, a bírság összeget csökkent az előző évekhez képest. Ennek egyik oka, hogy egy jogszabály Előírja, hogy a kis és közepes vállalkozásokat első alkalommal történő jogszabálysértésnél nem bírságolhatja meg a hatóság. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója sikeresnek és hatékonynak minősítette a hatóság 2012-es tevékenységét. A törvényünk által deklarált alapvető jogok közül is talán a legfontosabb a fogyasztók egészségének biztonságának a védelme, és hát a veszélyes riasztások tekintetében az úgynevezett RAPEX listán Magyarország először az első helyezést ért el, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a és a fogyasztók a legbiztonságosabban érezhetik magukat, és emellett természetesen törekedünk a tudatformálásra is, elindulva a legújabb kezdeményezésünkkel az okoskosárral, amely Magyarország negyedik középtávú fogyasztóvédelmi politikája is tartalmazza, hogy elő kell segíteni Magyarországon a fogyasztói tudatformálást a kis gyermekkorban, illetve a tanköteles korban. Az Okoskosár programot a Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársai mutatták be a gyerekeknek az Újfehértói Általános Művészeti Iskola pedagógiai szakszolgálat és szakiskolában. A Fogyasztóvédelem honlapján található interaktív játék segítségével a gyerekek és szüleik fontos és hasznos információkhoz juthatnak a tudatos vásárlóvá váláshoz.